Vasárnap tartották a Viszló Trans Cup döntőjét a Kiskúton. A mezőny top 100-as és top 200-as junior játékosokat vonultatott fel. A torna rangját jól mutatja, hogy a Nemzetközi Teniszszövetségnél a második legmagasabb besorolást kapta. Székesfehérvár kiemelt stratégiai partnere a Magyar Teniszszövetségnek. Nagyon-nagyon szeretünk idejönni, szuper jó létesítménye van a Kiskútnak. Tudunk nemzetközi tornákat rendezni, és mivel sok időt töltünk itt, én magam is ugye székesfehérvári voltam, én tudjuk, hogy a utánpótlás is adott. Ez már az ötödik ilyen szintű versenye volt a Kiskút Teniszklubnak, melynek vezetője azt mondja, a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás korosztályra. A nyitással egy időben indult az iskola teniszprogram, és a versenyek rendezésének tekintetében is erre fókuszálnak. 5 éve ez az utánpótlás torna itt meg lezajlik, de ehhez egy olyan rangot értünk el, ami mutatja, hogy szeretik a várost, a létesítményt, a teniszt a világba, és elismerik azt a munkát, amit mi csináltunk, ezért vannak ilyen sokan. A torna döntőjét a város polgármestere is megtekintette, aki szerint a jövő bajnokai mérkőztek meg egymással. Nagyszerű dolog, hogy Magyarországon ilyen tornákat rendeznek, és hogy azt itt Székesfehérváron teszik. Voltam egy héttel ezelőtt kín a selejtezőkön, aztán tegnap az elődöntőket, ma pedig a döntőt nézem meg. Fantasztikus játékosokat látunk, pedig még csak 15-16-17 évesek. Biztos, hogy közülük kerülnek ki majd azok a játékosok, majd a felnőtt mezőnyben néhány év múlva, akit az egész világ nézni fog. A tornának Kiskút versenyzője Molnár Kitti alanyi jogon volt főtáblás, és egészen a negyed döntőig menetelt. A magyar Kis Antal Botond és Kincses Kolos alkotta páros pedig döntőt is játszhatott vasárnap.